Március 20. Rám nézve pedig igen csekély dolog az, hogy tőletek ítéltessem meg. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra nézve. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Semmi sem tudja úgy legyengíteni az emberi értelmet, és úgy kibillenteni az embert egyensúlyából, mint a vélt vagy valós sérelmeken való töprengés. A gyötrődés azon, hogy nem értékelnek minket kellőképpen. Testvéreid nem voltak mindig figyelmesek, méltányosak és teljesen igazságosak veled, szűk látókörüknél fogva. Ezért te úgy érzed, hogy saját barátaid házában sebeztek meg. Számtalanszor félreértelmezed azt, amit testvéreid tesznek vagy mondanak. Érzelemvilágod megsérült. Ennél fogva azt gondolod, hogy megkérdőjelezik az indítékaidat, félreértik és elítélik tetteidet. Testvéreidnek valóban meg kell tanulniuk egyes dolgokat, mint ahogyan egyébként neked magadnak is, mivel hogy a te jellemed sem volt tökéletes. Terveid és számításaid nem voltak hibátlanok. Emlékezzél csak arra, hogy a te magatartásod is okozott fájdalmat és szomorúságot másoknak. Amikor úgy érzed, rosszul bánnak veled, testvéreid árulása és hűtlensége miatt megrendült a bizalmad bennük, gondolj Isten fiára. Nem éppen azok árulták el Jézust, akiket végtelen, szereteteljes törődéssel vett körül? Ne engedd meg Sátánnak, hogy helytelen megvilágításban állítsa eléd a dolgokat. Nem szabad lerontanunk munkánk értékét azzal, hogy szüntelenül önmagunkra figyeljünk. Olyan keveset gondoljunk magunkra, amennyire csak ez lehetséges. Ne gondoljunk rosszat senkiről. Tekintsd fő feladatodnak, hogy mind jobban kiterjeszd Isten országának határait, és naponta felvedd a harcot minden bűn ellen önmagadban. Gondoljanak felőled mások bármit is. Hagyjuk az Úr kezére annak a gondját, mit gondolnak mások felőlünk. Ő valóban ismeri minden cselekedet indítékát. Előtte nyilvánvaló minden ember életének és jellemének igazi mi volta.